Szeretettel köszöntöm a mi hazánk Telegram csatornáján megjelent hallgatóságot ezen a szép napsütéses péntek reggelen, és azokat is természetesen üdvözlöm, akik a mi hangunk közösségi felületein hallgatják majd vissza a mai adásunkat felvételről. Hiszen YouTube és Spotify csatornáinkon minden beszélgetésünket teljes egészében visszanézhetik, és hogyha feliratkoznak, akkor biztosan nem maradnak le a legfontosabb tartalmainkról sem április 19-e péntek van, amikor ez a felvétel készül. Holnap indul az ajánlásgyűjtés a júniusi választásokra, így külön köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek hozzánk ma reggel. Én M. István Dániel vagyok, és ez újfent a mi hangunk. Ezúttal egy mindenki által megélt egészségügyi témát tervezünk, ameddig az adásidőnk engedi vendégeinkkel boncolgatni. A legtöbben talán már el is felejtették a COVID-diktatúra értelmetlen intézkedéseinek sorozatát, de sajnos sokan vannak olyanok is, akiknek azóta is negatív hatással vannak az életére a pandémia vészjósló évei. Azóta is rengeteg megválaszolatlan kérdés az emberekben a világjárvány időszakára nézve: maszkviselés, lezárások, kísérleti oltások karantén, és hát munkából elbocsájtott alkalmazottak. A téma az aktuálisabb, mint valaha. A májusra tervezett WHO pandémia szerződés ellen napról napra több ország és szervezet fejezi ki az aggodalmát. Legutóbb éppen Japánban volt tömegeket megmozgató demonstráció, de a szomszédos Szlovákia is elutasította már a tervezetet. Vajon van okunk az aggodalomra? mi a helyzet Magyarországon. Mi most ezekre az eddig megválaszthatlan kérdésekre keressük a válasz vendégeinkkel, hiszen itt van velünk három vendégünk már cenzúra mentesen a Telegramon. Pálóci Zoltán, eltávolított katona, aki a Covid vakcinák miatt kellett, hogy leszereljen. Novák előd országgyűlési képviselő és a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, illetve itt van velünk Szakács Árpád is, újságíró, könyvkiadó és Dúró Dórának a főtanácsadója. Zoltán, én először hozzád fordulnék akkor. Sokan onnan ismerhetnek téged, hogy 2023. februárjában Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke interjút készített veled, és az oltatlan katonák azon tagjaival, akik létrehoztak egy csoportot, mely azért küzd, küzdött, hogy jogorvoslatot szerezzenek maguknak, vagy szerezzetek magatoknak. Nemrég pedig a Magyar Jelen Hírportál is készített veled egy elég hosszú és tartalmas interjút a küzdelmetek jelenlegi állásáról. Elmesélnéd a hallgatóknak, hogy pontosan mi történt veled, mi volt azok, ok, ami miatt nem vetted fel annó az oltást, mi lett ennek a következménye, és hát hogy áll az ügyetek a Torockai Lászlóval folytatott interjúd Természetesen köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Az interjú óta eltelt egy évben, kiderült, hogy nem volt parancs, tehát ez írásban és szóban is a honvédség részéről megerősítésre került. Nem volt parancsba adva a idézőbe kötelező védőoltás, a hozzájárulási nyilatkozatot ezért kellett kitölteni, ugyanúgy, mint civileknek is. Tehát ebben a tekintetben nem volt különbség katona és civil között. A második nagyon fontos dolog az az, hogy időközben volt egy jó pár úgymond kedvező történés, és többek között már oltatlan katonákat már tavaly visszavettek a Magyar Honvédség kötelékébe, és nem konkrét számokról beszélni, nem is lényeg ez. A lényeg az, hogy nem volt parancs, de mégis úgy tartják, hogy kötelező. Sikerült felvenni a honvédséggel egyébként a kapcsolatot, tehát már volt egy pár beszéd köztünk és köztük, aminek során nekik az az álláspontjuk, hogy bár nem volt parancs, Törvényes és jogszerű volt, tehát szabályosan jártak el, és hogy a kormányrendelet alapján nekik ebben nem is volt nagyon lehetőségük, nem volt választási döntési lehetőségük, úgy kellett eljárni, hogy az Orbán Viktor által kiadott 599-2021-es számú kormányrendeletbe le van írva. Ebben mi nem értünk egyet, és egyelőre sajnos sem sikerült megállapodnunk. Lesznek még jogi lépéseink. A straszburgiakra, hogyha valaki visszaemlékszik, ugye a Helsinki Bizottság volt az, aki úgymond jogilag felkarolt minket. A straszburgiak azok tavaly júniusban az összes beadványunkat úgy, ahogy van, leütötték, tehát nem fogadták el. Indoklásunk ugye akkor az volt, amivel megkerestük őket, nem is a vakcinával kerestük meg őket, hanem a másodállás irelmeknek a megtiltásával. Tehát most azt valljuk be, az nem igazán konkrétan magához a vakcinához köthető, és úgy gondoltuk, hogy az viszont elég lesz ahhoz, hogy egy kicsikét úgy felkavarja az állóvizet, és ha elkezdenek vizsgálni, akkor a többi jogtalanságra is fény Hát ez nem így történt, mert nem fogadták el a beadványainkat. Idő most megállok, mert már sokat beszéltem, hogyha valakinek kérdése van, akkor tegyétek fel. Köszönjük. Ez hozzánk szól, vagy a nézőköz? Ne, hát, ugye, beszéltük, hogy uh, ne egy hosszú Én... monók legyen az egész. Én akkor most Árpihoz uh, fordulnék, így másodjára, hogy uh, mi a véleményed a hallottakról, illetve hát uh, te, mint uh, szakértője a témának, uh, milyen, milyen uh, jogi lépésekről lehet hallani, amik esetleg sikerrel jártak, vagy van-e egyáltalán bármi Lehetőség azoknak, akik, akiket hátrányért a Covid időszak alatt. Magyarország minden szempontból a Covid diktatúra egyik legkeményebb helyszíne volt. Itt mindenki asszisztált ehhez az egészhez, tehát nem csak a kormány, hanem az egyházaktól kezdve egészen az alkotmánybíróságig. És a jogi problémák Magyarországon abból adódnak, hogy a Súlyok Tamás, ma államfő, tehát az általa vezetett alkotmánybíróság lényegében szentesítette azt a gyalázatos helyzetet, szituációt, jogi eljárásnak nevezett borzalmat, aminek keretében lényegében azt tehetnek, amit akarnak. Tehát, hogy alsófokú bíróságok nem fognak azzal az alkotmánybírósági döntéssel szembe menni ami azzal kapcsolatos, hogy lényegében szabad kezet, szabad utat adtak a bármilyen kényszeroltás vonatkozásában. Tegyük hozzá, és emeljük ki, és emlékezzünk, emlékeztessük magunkat és mindenkit, hogy ezek az oltások akkoriban is a kísérleti kategóriába tartoztak, tehát hogy lényegében a magyar ak. Kotmány bíróság is egy olyan eljárásnak, egy olyan iránynak adott zöld utat, aminek a következményei nagyon sok ember élete szempontjából beláthatatlanok. Én tegnap egy baráti találkozón vettem részt, ahol orvosok is ott voltak, és elmondták, hogy a magánrendelésükben. Elképesztő a fiatal rákos megbetegedetteknek az aránya, többenetes mennyiségű ember jön hozzájuk, és mindegyik kivétel nélkül, mindegyik ilyen eset mögött felsejlik egyfajta vakcina, valamelyik vakcina az mrna vakcinák körül. Tehát a probléma jogi szempontból nem egyszerű Magyarország tekintetében, tehát hogy itt a lehető legmagasabb szinten asszisztáltak az állami szervek, ahhoz az állami és igazságügyi szervek, ahhoz a globális akarathoz, ahhoz a globális tervez, ami egyébként arra irányult, hogy leoltsák az egész világot, úgy emlékeztessünk megint mindenkit arra, ne felejtsük el ezt, mert amit már egyszer megtettek, amire egyszer kísérletet tettek, az könnyen megismétlődhet, és láthatjuk, tegnapi hír volt, hogy a WHO megint újra figyelmeztetést adott ki, maga Tedros Gebreyesus. A madárinfluenza vagy a csirkékkel kapcsolatos madárinfluenzával kapcsolatban, hogy Úristen, itt nagy aggodalom, nagyon aggódnak a mi egészségünkért, természetesen megint értünk aggódnak, ez legyen mindig mindenkinek gyanús. Tehát, és a VAU szerződés pont arra ad lehetőséget ezeknek a marxista terroristáknak, Tedros Gebreyesusra gondolok, a VAU főigazgatójára, aki a Tigrai Népi Felszabadítási Front terrorszervezetnek volt a negyedik legbefolyásosabb vezetője, illetve amikor ők voltak Etiópiába kormányon, akkor minisztere volt ennek a szörnyű társaságnak, akik mindenféle borzalmas gyilkosságokat, embereket üldöztek el a szülőföldjükről, kínzások és egyéb hasonló tettek, szörnyűségek állnak a nevük mellett, a cselekedeteik mögött. Tehát a VAU szerződés azért veszélyes, azért kiemelten veszélyes, mert felhatalmazást ad arra, hogy Tedros Gebreyesus bárhol a világon úgynevezett egészségügyi vészhelyzetet hirdethessen ki, és ennek keretében a nemzetállamok vállalják, hogy kiemelten és kizárólag a WHO utasításai szerint járnak el. Tehát ebben a pillanatban nincs könnyű helyzetben az, aki jogi úton próbál valamit tenni. Megjegyzem azt is, hogy Magyarország szinte egyedülálló ebben a tekintetben, hogy szó se lehet, fel se merülnek azok a igények, hogy Nyugat-Európa más országaihoz képest esetleg kártérítést tessenek Azoknak, akik károsultjai ennek az állami oltási terrornak, mint, amit, mint ami lezajlott Magyarországon is. Tehát ha logikailag is tegyük fel a kérdést magunknak, ha Nyugat-Európa, Angliától, Szlovéniáig nem akarom felsorolni az összes országot, szinte mindegyikbe elindultak ilyen jellegű kezdeményezések, egészen Japánik, tehát a világ rengeteg országában, Elismerik a, a hatóságok, elismerik a kormányok, hogy bizony olyan súlyos mellékhatások özönét generálta ez az oltási hullám, amit ráerőltettek, rá a az emberekre, hogy ezért valamilyen anyagi jóvátételt kell tenni. Tehát, hogyha a világ többi országában ilyen súlyos a helyzet, ennyi vakcinakárosult van, akkor el tudjuk képzelni, hogy Magyarországon egy ilyen eset sincsen. Hát ez, ez biztos, hogy logikailag is egy kicsit zavaros ez a történet. Tehát a magyar kormány nem hogy felelősséget, nem akar vállalni ezért a dologért, hanem emlékezzünk arra is hogy nemrég, nagyjából egy-másfél évvel ezelőtt titkosították ugye az operatív törzs összes, az operatív törzs munkájára vonatkozó összes dokumentumot, ami a járványnak nevezett időszak alatt volt. Hogyha felteszem megint a kérdést, Hogyha ez a védekezésnek nevezett eljárás, amit a magyar kormány végigvit, olyan sikeres volt, annyira mintaértékű, példaértékű volt, akkor miért kellett ezeket tíz évre titkosítani? Ez egy nagyon jó kérdés. Előtthöz is fordulok most ezzel a kérdéssel. Szerinted miért kellett ezeket titkosítani? Hát először is üdvözlöm a Mi Hangunk nézőit, és köszönöm, hogy megszervezted ebben a régóta húzódó válságos ügyben ezt a beszélgetést. Mondhatom, hogy kerek azt a beszélgetést. Én innen a mi hazánk főparancsnokságából jelentkeztem be, szerűen egyébként, most még az irodámban vagyok, de egy órán belül elnökségülésünk lesz, és többek közt egy ezzel a témával kapcsolatos esetleges tüntetéssel is döntést fogunk hozni, mert sokan kérdezik, már itt előzetesen is jött ilyen kérdés, hogy ebben a témában is mit tehetünk, tehát nyilvánvalóan szűkösek a lehetőségeink. Pálóci Zoltán százados úr is megpróbált rengeteg jogi utat. Mi is a parlamentben először is igyekeztünk ezt tisztába tenni, hiszen nagyon sok mellébeszélés volt. Zoli, nem mondja, hogy nem vagy százados, tudom, ezt mindig hozzáteszed, és most is a szemed megcsillan, de nekem mindig is az maradsz, akármilyen gyalázatos módon távolítottak is el titeket a honvédségtől. És hát valóban talán kezdjük ezzel, hogy a Covid diktatúrának a, a legdurvább oltásra kényszerítése az a honvédségben volt, hiszen aki a Kísérleti vakcinákat visszautasította azt, ugye rendelkezési állományba, tehát oda helyezték és illetménybe fizetés nélküli szabadságra küldték egy, éve, egy évre, de párhuzamosan leszerelési tilalommal is sújtottak, ugye, titeket, sőt, másodállás sem engedtek, bár a hivatalosan engedélyeztetni lehetett, de jellemzően nem engedték nekik, tehát magyarul halljanak éhen a családjukkal együtt. Tehát persze láttuk az egészségügyben, vagy a pedagógusok körében is az oltásra kötelezés, több állami szférában ez megjelent, de az, hogy emellett leszerelési tilhalommal is újtsák őket és másodállásra lehessen vállalni, ez egészen elképesztő, tehát ilyen, ilyen szintű jogtiprás, jogfosztás, a munkához való alkotmányos jogtovárú megfosztás és az embereknek máshol nem volt tapasztalható és akkor valóban ezt övezte az a sok titkosítás, ami mondhatnánk, hogy még a honvédségben még akár érthető is, na de hát azért egyértelmű viszonyok lennének, hogy legyenek, hogy most ez parancs, nem parancs. Kezünkbe kerültek olyan dokumentumok, ahol ezt valóban parancsként tálalták, már-már parancs megtagadással is fenyegették azt, hogy annak minősül, hogyha valaki ezt az oltást nem veszi fel. Tehát valóban nem volt egyrészt egyértelmű helyzet. Talán mostanra ennyi év elteltével sikerült eljutni oda, hogy most már egy kicsit tisztábban látunk. Viszont mondjuk az amerikai példa ellenére Magyarországon nem látjuk, hogy akár kivizsgálnák az oltások következményeit, akár visszavennék a katonákat, pláne kártérítést fizetnének. Tehát ez az elégtétel minden tekintetben még sajnos elmaradt. És akkor még mindenhez hozzá kell tenni azt, hogy több ö, szinten is kirekeztik a hazafiakat és különböző szegmenseit a, a magyar társadalomnak a honvédségből, miközben nagyon súlyos létszámhiányjal küzd. És akkor e azt mondani, hogy mondjuk honvédségi szolgálatra alkalmatlan, aki oltatlan. Na most képzeljük el az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háborúban, hogy ott, ott alkalmatlanak minősítenek alakít, aki nincs beoltva. Kvázi egyébként a hat kötelezettsége alól ki is vonhatja valaki magát azzal, hogy azt mondja például, hogy nincs beoltat, ez abszurd, természetesen ez nem igaz. Ugyanígy kérdéses lehet az is, hogy aki beoltatja magát, annak milyen mellékhatásai alakulnak ki. Tehát én azt gondolom, hogy először is jó volt, hogy tisztába tettük ezt a jogi helyzetet, még ha sokat sumákolt is, rengeteg kérdésünk, csak a mellébeszélés érkezett, sokat sumákolt a minisztérium. Nem igazán mondhatjuk jogállamnak Magyarországot, sajnos ezt is ki kell mondani. Egyébként jellemző, hogy épp most van folyamatban Magyarországon a honvédek jogállási törvények hatájon kívül helyezése, hogy azt tulajdonképpen már a jövőben nem törvényi, hanem csak rendeleti szinten szabályozzák. Én azt gondolom, hogy ahogy jogállam helyett is már sajnos csak állam van, nem meglepő az, hogy tulajdonképpen egy ilyen méltatlan helyzetet hoznak létre, hogy nem törvényi szinten rendezik a honvédek jogállását. Ez szerintem a katonák megbecsüléséhez hozzátartozna, hogy a jogállásokat a legmagasabb törvényi szinten is kiszámíthatóan rendezzék, ne pedig egyik napról a másikra egy átírható minisztériumi rendeletben döntsék el a legalapvetőbb munkakörülményeiket, javadalmazásukat, és sorolhatnánk. Tehát. A legdurvább kötelezés a honvédségben volt, emellett párhuzamosan azért szeretném még kiemelni, hogy kirekeztik a hazafiakat is a honvédségből, hiszen számtalan alkalommal hívtam fel a miniszterek figyelmét itt az elmúlt években, szinte évtizedekben, régóta zajlik ez, és amióta magam is megtapasztaltam tartalékos honvédként 2016 óta, hogy hogy bizony akár egy 64 és múlt a HVM-hez való tartozás elég ahhoz, hogy kirekesztenek valakit, és hiába hívtam fel akár miniszterek, akár a katonai nemzetbiztonsági szolgálat figyelmét arra, hogy, hogy ezeket vizsgálják ki, mert egyébként semmi oka a konkrét személynek az eltávolítására, kirekesztésére, fülükbotját sem mozgatták, még csak ki sem vizsgálták, hogy aztán valami semleges mellébeszélő választ kapjunk, tehát igenis megerősítetem azt, hogy sokakat hazafias elkötelezettségük miatt, vagy azért, mert akár egy LMBTQP elleni felvonuláson megjelentek ellentüntetőként. Ez már elég volt nekik, ha más nem is csináltak az életükben, hogy a honvédségben nevelsenek részt. Vagy említhetném a, a most már az önkormányzati képviselők kirekesztését is a honvédség tartalékos rendszeréből. Egy csomó olyan terület van, ahol teljesen indokolatlanul rekesztik ki a magyar embereket. Nem is csoda, hogy ezek után nagyon komoly létszámhiányjal küzd a honvédség. Igen, hát arról ugye nem is beszélve, hogy ez azért is volt érdekes a COVID időszakában, hogy nagyon sok foglalkozástól megkövetelték ugye az oltás, viszont pontosan az országgyűlésben ugye nem tették kötelezővé, tehát ez egy kicsikét visszás lehet a magyar embereknek. Zoli, én ismételten ö, fordulnék. az interjúban említetted, ugye magyar jelen jelent meg most egy elég hosszas interjú veled, és ebben van egy ilyen rész, hogy ugyanakkor a mi történetünk is csak egy kis ízelítő abból, hogy mi történhet majd a későbbiekben a magyar emberekkel, ha május végén Magyarország is aláírja a WHO megállapodást. A COVID nem az első járvány volt, és nem is az utolsó. Mire alapozod ezt az állításod, és mi történhet majd a későbbiekben a magyar emberekkel, szerinted? Azt az állításomat, hogy a Covid nem az utolsó pandémia volt, az igazság szerint hatalmas nagy bizonyítás nem igényel, mert az eddigi több száz, több ezer évben is voltak járványok, pandémiák, és ezután is lesznek. A kérdés az, hogyha a WHO megállapodás megköttetik május végén, azután a következő 1, 5, 10, 20, több egy, öt, tíz, húsz, több mindegy akárhány év múlva bekövetkező pandémia esetén már más eljárások fognak más körülmények között fognak majd megvalósulni, és a mi esetünk az nagyjából egy, tényleg egy kis ízelítőt ad abból, hogy, hogy mit kaphatnak az emberek. Az előzőt egyébként, amit esetleg nem lehetett érteni, elmondom, nem dolgozhatsz, nem kapsz fizetést, nem engednek el. Ilyen egyszerű a történet. És ez még nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, a lehetőségeknek az alja hogyha az a megállapodás megköttetik. Én nem akarok hülyeséget mondani, mert nem néztem utána pontosan mindennek, de a mi esetünk az már pont elég jó kiinduló ahhoz, kiinduló pont ahhoz, hogy kicsit elkezdjenek gondolkozni az emberek alapjáraton. A magyar emberek, én azt veszem észre, hogy a környezetemben egyáltalán nem foglalkoznak már a covid -ra. a legtöbben teljesen el is felejtették. Max, hogyha esetleg mondják, akkor így beugrik neki, de magától nem gondolkozik rajta. Az már a történelem, van 800 millió mostani fontosabb probléma, háború, ugye a magyar belpolitikai idézőjelben válság, és így tovább, és így tovább. Tehát nem foglalkozik vele, mert, mert nem volt rá akkor a hatása. Azért a magyar társadalomnak egy jelentős része viszonylag olcsón megúszta. Tehát aki például olyan munkahelyen dolgozott, és a munkahelyek többsége az ilyen volt, ahol nem foglalkoztak azzal, a munkáltató nem akarta beoltatni, kész. Ebben nem volt tét. Most azt, hogy itt van, a mi esetünkben ugye közel 200 mond, katona, ex katona volt katona, akit emiatt távolították el. Ez ugye annyira nem hatja meg a magyar népet, mert nem művel történt meg. Ez most 200 az ember, az kész. Jó, tényleg igazságtalan, de az ő problémájuk, mindegy. Azt kéne felfogni a mi esetünkből, tanulva, hogy ez egy következő kör esetén, bármikor is történjen meg, az már mindenkit ilyen szinten érinthet. Tök mindegy, hogy hol van, mit csinál a társadalomban. Ez a baj már az ő kertjébe, tehát az egyéni, az egyes fő, a egyes, hogy mondjam, magyar embereknek a kertjében és a házába is ez a probléma be fog hatolni, és hogyha nem sikerül valamit csinálni, az úgy, mint egy szlovákok, vagy ha jól tudom, még a lengyelek is, nem akarok hülyeséget mondani, hogy, hogy köz, nekünk ez nem kell, akkor a magyar nép, na bocsánat, hogy és esetleg keményen fogalmazok, pontosan azt fogja kapni, amit érdemel. Hogyha ezt nem ismeri fel, mert egyébként szerintem ugye a magyaroknak a 90%-a még csak tisztában sincs ezzel az egészen, és hallott róla, nincs, aki felvilágosítsa, és még hogyha valaki erre is vállalkozik, hát annak elég nagy nehézségei lesznek, mert nem biztos, hogy ez érdekli őket. Tehát ez sem érdekli őket. És euh, még annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy... Nem csak uh, arról van szó, hogy hogy egyszerűen mondjuk kirúgnak a munkahelyedről, sokkal durvább el lehetetlenítésekről. Egyelőre most így megállok ennél. Onnál. Árpi, én tőled most azt kérdezném, mert nagyon sokan, ugye a pandémia szerződés, hát többek között, uh, ugye Magyar Péter is ezt uh, összeesküvés elméletnek titulálta, hogy uh, egy kicsit ködös ez a pandémia szerződés, hogy mit lehet erről tudni, létezik-e ez egyáltalán, és hogyha létezik, és nem konteú, mint ahogy ugye egyes mainstream megmondó emberek mondják, akkor mit tartalmaz ez, mik a veszélyei? Hát annyira nem kontteó, hogy ez maga a valóság, csak röviden néhány gondolat erejéig emlékeztessünk megint so, hallgatókat, vagy akiket ez érdekel arra, hogy ennek a folyamat azért már elindult tavaly június óta, tehát tavaly júniusba rakta ki a WHO azt a tervezetet, ami PPPR-nek, angol néven PPPR rövidítésnek, rövidítésként jelent meg, ugye pandémia megelőzési, felkészülés és reagálási terv. Ezt az ENSZ, ez az ENSZ közgyűlés elé került tavaly szeptemberbe. Én ezt a dokumentumot, legnagyobb részét ennek a dokumentumnak a KIA WHO diktatúrája címen egy több részes sorozatban ismertettem és mutattam be, alátámasztva minden egyes állítást, nyugodtan keressenek rá erre az írásra. Ez még nincs befejezve, talán a következő egy-két hétben lesz annyi időm, hogy lezárjam, még két rész lenne hátra, hogy ezt befejezzem. És az a lényeg, arra adott felhatalmazást a WHO-nak ez a PPPR dokumentum, hogy megkezdje a WHO belső egészségügyi szabályzatának, az úgynevezett IHR-nek a módosítását ebben ez az egyik lényege ennek az eseménynek. Tudom, hogy ilyen bonyolult jogi köntörfalazásnak tűnik ez az egész, és kicsit nehezen is érthető, de ez az IHR, ez a belső egészségügyi szabályzat, ebben van a, a WHO hatásköreinek a jelentős megnövelése, és Tedros Gebreyesus hatáskörének is a, a kiemelése. Tehát ebben kap ő felhatalmazást arra, hogy bárhol bármit megtegyen, a világban, amihez éppen kedve van. És most egy minimális zárójelet tegyünk, és megint emeljük ki, és emlékeztessük magunkat arra, hogy arról a WHO-ról van szó, aminek a költségvetését megközelítőleg 90%-ban Bill Gates féle, vakcinagyárak, Bill Gates féle alapítványok, magyarán az az üzleti, kíméletlen üzleti logikára épülő Big Farm finanszírozza, ez egy fontos dolog. És a WHO lám milyen érdekes, ezeknek akar kedvezni, és az elmúlt Covid időszak pont erről szól, hogy a finanszírozóinak a vakcináit kényszerítette rá az emberekre, a társadalomra, a világra, hogy azok még többet keressenek. Nem egy olyan év volt az elmúlt időszakban, mikor egy-egy ilyen mrna vakcinát előállító cég 30-40-50 milliárd dolláros tiszta profitot keresett, és egy ilyenről beszélünk, tehát ez csak egy a, a sok közül. Tehát, hogy elképesztő módon fosztották ki a különböző országokat, hiszen ez erre is alkalmas, hiszen döbbenetes költségek beverték. Ezeket a költségeket természetesen minden egyes helyen, minden országban az állampolgároknak kell megfizetniük. Tehát, hogy az lebegjen mindig a szemünk előtt, hogy arról a WHO-ról van szó, nem arról, ami korábban megjelent a világ közvéleménye előtt a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekbe, hiszen akkor teljesen máshogy nézett ki, más módon működött, és szakmai szempontból is. Tehát tényleg igaz volt az, hogy az orvosok mindent tőlük telhetőt megtettek arra, hogy különböző helyeken, amennyire lehet, megfékezzék a betegséget. Ez jelentős változáson ment át az elmúlt időszakban, főleg az elmúlt 10-15 évben, azóta, hogy a Big Pharma, tehát még egyszer azok az üzleti, kőkemény üzleti cégek beszálltak a finanszírozásába, és azóta próbálják ezt továbbvinni, majd a hatásukat és a befolyásukat a WHO-n keresztül érvényesíteni. Tehát, hogy mindenki, aki a WHO utasításai szerint járt, el, és ebben Magyarország kiemelt szerepű ország volt. Még a járványnak nevezett események el se kezdődtek lényegében, még a vakcinázás el sem kezdődött, mikor 2021 a legelején Szijjátó Péter Tedros Gebreyesusszal való találkozása után megerősítette Tedros Gebreyesusnak azt, hogy a jövőben Magyarország kizárólag a WHO útmutatásai szerint fog eljárni, és ezt szó szerint ezt mondta, amit most idéztem ebben a tekintetben. És tegyük ide érdekességként, és ezen is érdemes elgondolkozni, hogy 2020 előtt a WHO kettő dolgot kifejezetten nem javasolt járványok esetében, ugyanis azok hatástalannak bizonyultak, Többféle tanulmány megjelent ezzel kapcsolatban. Az volt 30-40 éven keresztül az úgynevezett protokoll, hogy az egyik, ami nem működik, az a lezárás. Tehát dokumentumok özöne van ezek, erről. Egyébként ezeket a dokumentumokat Tiere Bodé, egy holland országgyűlési képviselő, a Covid Roulette, a globalista hatalomátvételről szóló könyve ezeket be is mutatja. Tehát milyen érdekes, hogy egyik percről a másikra akkoriban megfordult ez a tendencia is, ami korábban nagyjából szent tétel volt, hogy a lezárások nem működnek, tehát lezárással nem lehet semmilyen járványt megállítani. A másik ilyen alaptétel volt, hogy a maszk használat értelmetlen, tehát maszk használattal sem lehet érdemi eredményeket elérni, és lám mind a kettőt ráerőltették a társadalomra egyfajta, egy, egy, egy részét egyfajta dehumanizáció formájában megalázták az embereket véleményem szerint, mikor olyan dolgokra Kötelezték őket, amelyek inkább a nevetségesség határát súrolták ebben a tekintetben. Hogy mi lesz? Vihar előtti csend van, tehát ne téveszten meg senkit, hogy ezek a folyamatok megálltak, ezeket a folyamatokat nem akarják továbbvinni. Tedros Gebreyesusnak kettő nyilatkozata is volt az elmúlt időszakban. Az egyik januárban, idén januárban volt, január 10-e környékén, amikor sürgette, érdekes módon ez még bekerült a magyar médiába is, amikor sürgette az országokat a kötelező jogi erejű WHO pandémia szerződés aláírására, és most megint szó szerint idéztem ezt a nyilatkozatát. Március 16-án az egyik egyetemen tartott előadást, tehát most nemrég, két hónappal ezelőtt, ahol a leendő világjárványjal ugye az X betegséggel foglalkozott, és ott kész tényként jelentette ki, hogy nem az a kérdés, hogy mikor lesz, hanem hogy lesz. Tehát hamarosan lesz új világjárvány, és ezt csak úgy lehet megakadályozni, ha az oltási programok tekintetében és a logisztika tekintetében a nemzetállamok összehangolják a cselekvési terveiket. Tehát, hogy ez nem kérdés, hogy tovább fognak ezen menni, és megint emlékeztetőként szeretném mindenkinek felhívni a figyelmet arra, hogy hiába volt lezárás, hiába volt vakcinázás, hiába volt maszk használat és mindenféle egyéb terror, lényegében konkrétan kijelenthetjük, hogy a világjárványt Vladimir Putyin állította meg, tehát hogy onnantól kezdve, hogy kitört az orosz, Ukrán-amerikai háború, emlékezzünk vissza, hogy a addigi világjárványjal kapcsolatos események egyik percről a másikra lekerültek napirendről, egyik percről a másikra ez a retteget vírus eltűnt az életünkből. Ez is egy érdekes dolog. Ennyit szerettem volna most mondani. Előd a Zoli meggyűlésben. igen, Zoli és a után... valamit. Igen, parancsolj Zoli. Ez annyit szeretnék hozzátenni. Fél élet töltöttem a kórház feladatban, amikor a Magyar Honvédség ugye kisegítő feladatokat hajtott végre a pandémia elleni harc idején. És már eleve, amikor oda kerültünk, akkor már ugye a kemény időszaknak a közepén voltunk, tehát nem is rögtön az elején, és ez 2020 novemberre volt, akkor kerültünk be, és én 2000 21 április közepéig voltam egy kiemelt fontosságú kórháznál, kórházban kórházkatonai rangidős parancsnok, tehát a honvédség részéről. Mire a honvédség már kötelezővé tette, vagy így mondom, amikor Orbán Viktor kiadta 2021. október, remélem jól emlékszem, 28-án azt a kormányrendelet, amiben megteremtette a magyar munkáltatóknak, hogy, hogy eldönthessék, hogy akkor most ők kötelezik vagy nem kötelezik a munkavállalóikat az oltásra, addigra már a Covid nagy rész már le is ment. Tehát, ahogy mondom, a legsúlyosabb, ö, legnagyobb problémát okozó hullámai, a második, meg a harmadik hullám, ha jól tudom, remélem, jól fogalmazok, akkor azok már addig rég lementek. Tehát mire ezt kötelezővé tették nálunk, már a nagyján túl is voltunk. És ö, ebben úgy körülbelül egy évet csúsztunk a nyugatiakhoz képest, tehát ők azért ezt hamarabb lejátszották. A magyar honvédségtől eltekintve, amennyire én tudom, a legtöbb NATO hadseregben ott ők kor konkrétan parancsba adták az oltást. Az egy más kérdés, hogy most azért van ebből probléma, például a kanadaiaknál, amerikaiaknál és így tovább. Ennyit szeretném volna csak hozzátenni. Előd akkor, kérlek... Mesél el, hogy ö, mi hazánk részéről mi az álláspont a WHO szerződéssel kapcsolatban, bár ezt már ugye említetted, illetve hát, hogy mennyire téma ez a Magyarország gyűlésben jelenleg. A többi Igen, hát mi folyamatosan feszegetjük ezt a kérdést, már amennyire van erre országgyűlési lehetőségünk. Magam is nyújtottam be például kérdést, már tavaly arra vonatkozóan például, hogy mikor jön Magyarországra a WHO terrorista főigazgatója ugye hiszen megígértük, hogy egy tüntetést fogunk tartani, hogyha valóban itt ünnepélyes keretek között át szeretnék adni a WHO-nak a Magyarországi Székházát, ami egyébként már úgy működik, sőt folyamatosan bővül, a Váci úton található meg a Westendel szemben, és hát már voltam is ott egy helyszíni szemlén, hogy a tüntetésünket azonnal meg tudjuk tartani, ha süttyomban egyik napról a másikra hoznák ide Tedrosz t akkor is. Tehát készen állunk arra, hogy megvédve a magyarok becsületét, egy ilyen tüntetésen hangot adjunk a tiltakozásunknak, illetve hát a nemzeti szuverenitásunk védelmében is szükségesnek tartjuk a tiltakozást. Ugye aláírásgyűjtést is folytattunk, szerintem ezek hatására is a tavalyi tervek ellenére a mai napig sem adták át ezt ünnepélyesen, szerintem már nem is fogják. Úgyhogy, ahogy említettem, most épp elnökségi ülésünk lesz, és azt vizsgáljuk, hogy a következő hónapokban mi legyen a következő utcai megmozdulás, hiszen nem szeretnénk elengedni ezt a témát, szeretnénk megkongatni a vészharangot, hiszen május 23-24-e körül lesz ugye az ENSZ közgyűlésén ezzel kapcsolatos szavazás. Úgyhogy tervben van egy újabb tüntetés. Azért mondom, hogy újabb, hiszen már azért számos tüntetés volt. Tüntettünk a miniszterelnökség előtt aztán tüntettünk ugye az oktatási és egészségügyi államtitkárság előtt is a korábbi években, illetve körülbelül fél éve volt egy civil tüntetés, amelyet szintén támogattunk a Kossuth téren, bár egy nagyon esős, rossz időben volt, de mégis elég sokan elmentek, és én azt tapasztalom az országot járva, hogy van igény erre a témára, hogy ezzel kapcsolatban valaki hangot adjon a tiltakozásának. Úgyhogy előzetes termény szerint, hogyha ezt az igényt is továbbra is így látjuk, és hát nyilvánvalóan sok más fontos téma mellett tudunk erre időt szakítani, akkor valószínűleg május 11-én délután három órakor fogunk egy tüntetést tartani Budapesten. Egyrészt a WHO lopakodó diktatúrája ellen, hogy rávilágítsunk, hogy ez nem összeesküvés elmélet, sokkal inkább gyakorlat, és valóban itt a nemzetállamok jogát szeretnék megvonni. Tehát ezt a kampányunkat szeretnénk folytatni. Van egy ilyen küldetésünk, sajnos egyedüli pártként adunk hangot az aggodalmunknak ezzel kapcsolatban. Pedig még a Fidesz holdudvarában is ugye értelmiségiek nagyon sokszor tiltakoznak, de valahogy a kormányzati szintig valami rejtélyes módon ez, ez nem jut el, és ott már nem képviseli ezt senki a parlamentben ezek az, az hangokat. Vagy hát csak higgyük el, hogy majd a kormány azért az mindig úgy megvédi a szuverenitást ahogy szavak szintjén ez egyébként meg szokott történni, de azért, amikor mondjuk vétózni lehetne, akkor Orbán Viktor vagy kávézgatva távol marad. Mint láthattuk ezt mondjuk Ukrajna európai Uniós csatlakozásának megkezdésekor, vagy pedig, mint legutóbb az 50 milliárd euró megszavazásakor már nyíltan részt is vesz Orbán Viktor ennek a megszavazásában. Tehát tiltakoznunk kell, számítunk mindenkire. Természetesen ezzel összefüggésben itt, ha már önrendelkezésünkről beszélünk például, Szeretnénk hangot adni a, a vendégmunkások bemözölése elleni tiltakozásoknak is, hiszen egyfajta lakosságcsere zajlik Magyarországon, tehát több olyan téma feszeget, ami miatt tiltakoznunk kell, de azt gondoljuk, hogy itt az idő akár utcára is vonulni megint. Igen, itt több, ugye hát nem olyan régen fogadták el a Szuverenitásvédelmi törvénycsomagot, de hát látjuk azért, hogy rengeteg olyan Kérdéses téma van, aminél ugye előkerül a, a szuverenitási problémák. Például ilyen a, a DSA rendelet is, amit februárban fogadtak el, illetve hát hallottuk, hogy kínai rendőrök vagy, vagy katonák is érkezhetnek most már ugye a, a kormányjal megegyezve Magyarországra. Nem tudom neked, Zoli, RP, mi a véleményed ezekről a kérdésekről? Ti látjátok ebben a veszélyt, a problémát, ezekben az intézkedésekben? Ha kezdhetem, akkor kezdem. A kedves hallgatóknak csak egy mondat erejéig a DSA törvényel kapcsolatban nagyon rövid összefoglaló, ugye ennek az a lényege, hogy a közösségi platformokkal kapcsolatos eljárásokat, amelyek jogorvoslati eljárások, hogyha valakit valamilyen jogsérelem ér, akkor ezeket átadtuk brüsszeli hatáskörbe. És nagyon leegyszerűsítettem, de lényegében erről szól ez a rendelet, és ez is a kétszínűség, a rendszer kétszínűségének az ékes példá és megnyilvánulása. Az egyik rész tekintetében hogy hallgatnak erről, tehát hogy, hogy nincs, nem téma ez a magyar nemzetben, a hírtévében és más fideszes portálokon, tehát a szőnyeg alá söpörték ezt az egész egész ügyet, mintha mi sem történt volna, holott lényegében arról van szó, hogy az információs, az úgynevezett információs szuverenitásunkat adtuk át annak a Brüsszelnek, aki ellen olyan bőszen harcolunk. Ez az egyik eleme ennek. A szuverenitásunk a kapcsolatban pedig Szintén emlékezzünk, vagy emlékeztessünk mindenkit arra, hogy a készpénz megszüntetésének folyamata tekintetében is a Fidesz meglehetősen előjár a készpénz visszaszorítása tekintetében. Tehát a szavak szintjén nagyon küzdenek természetesen, hogy a készpénznek meg kell maradnia. Eddig a mi hazánk alkotmánymódosítási javaslatát és minden egyéb ilyen jellegű törekvés lesöpörtek az asztalról. aljas és cínikus módon továbbra is asszisztálnak a készpénz visszaszorításához. Mindenki utána tud járni, utána tud keresni, hogy 2013 óta dokumentálható, datálható módon, a kormánytagoktól kezdve a Magyar Nemzeti Bankig mindenféle nyilatkozatok özöne szól arról, hogy milyen fontos lenne a készpénznek a megszüntetése és felszámolása, és hát még egy éves sem, egy éves sem telt el, amikor Tálai András a pénzügyminisztérium államtitkára kész célként fogalmazta meg a Magyarországgyűlésben, hogy milyen fontos a készpénznek a teljes megszüntetéses visszaszorítása, mert az a legnagyobb probléma, hogy nem látják, az államnak nincs ráhatása, vagy az illetékeseknek nincs ráhatása arra, hogy a pénzek a azok hogyan áramlanak ebben a vonatkozásban. Milyen érdekes, hogy pont ők a a korrupció világbajnokai akarják látni, hogy akkor más hogyan használja a készpénzt, vagy hogyan lehet ezt kordába tartani. Ez az egész az ellenőrzésről szól. Tehát ne legyen kétségének, kétsége senkinek arról, hogy totális megfigyelést és ellenőrzést akarnak bevezetni, és ha a szuverenitás és készpénz, van ennek egy másik eleme, ugye a digitális pénzt akarják ehelyett bevezetni, tehát megszüntetni a készpénzt teljes mértékben, és van ennek egy másik eleme, ami szintén tavaly decemberbe került elfogadás, Rogán Antal előterjesztésében a digitális állampolgárságról szóló törvény Európában az elsők között vezette be a magyar kormány, vagy próbálja bevezetni, ennek a feltételei azért még nem állnak fent sem informatikailag, sem más formában, tehát ennek a jogi vonatkozásait fektették le alkotmánymódosítás és egyéb ügyek tekintetében is, hogy meg lehessen ezt valósítani. Ez a digitális állampolgárságról szóló törvény, ez a kínai típusú társadalmi kreditrendszer diktatúrájának az alapfeltétele, ennek az a lényege, ugye, hogy egy platformon tudunk minden ügyet intézni, ezen azonosíthatóak vagyunk, ez a lényege az egésznek, nyomon követhetőkké válunk, hiszen az azonosításnak pont egyetlen egy lényeges eleme van ebben a szem, ebből a szempontból is, hogy azonosítható legyél, hogy mit csinálsz, mire költesz, milyen szolgáltatásokat veszel igénybe. Egészségügytől kezdve lényegében minden adatunk, minden személyes adatunk felkerül erre a platformra, és lényegében ezen keresztül is a magyar embereket kiszolgáltatják a globális nagy cégeknek, és ezek az adatok egyébként olyan Szempontból is aggályosak, hogy ezeket, ezekből soha semmi nem törlődik. Tehát, hogy egy embernek a teljes élete alatt keletkezett minden bizalmas, személyes adat is rákerül erre a rendszerre és nem törölhető ebből ez is. Ez a ez is döbbenetes, és megjegyzem, hogy. Kínában a mindennapi élet valósága az, hogy elkülönítő koncentrációs táborokba zárják, átnevelő táborokba zárják azokat, akik a kínai diktatúrának diktatúra szempontjából nem számítanak olyan állampolgárnak, aki úgymond jó magaviselettel bír, ugye az ujgurok tragédiája a lehető legjobb példa erre, és a kínaiak is megtapasztalták már, megtapasztalhatták már, ugye én a kínai Henan tartomány eseményét szoktam élő példaként elmondani, amikor a nagyjából egy jó egy évvel ezelőtt az egyik bank zárolta a pénzüket mindenféle indoklás nélkül, volt egy tüntetés, egy kisebb tüntetés, nem volt ez olyan vészes, tehát nem borogattak még kukákat sem, csak az emberek követelték a pénzüket, ugye digitális pénz van ott, és nem volt semmilyen más, nem, nem tudtak élni magyar, nem tudtak vásárolni semmit, és a, ahogy megvolt ez a tüntetés, másnap, Mindenkinek a telefonos QR-kód applikáció átváltozott pirosra, mint a fertőző járvány terjesztene, nem mehetett ki az utcára, aki pedig kiment az utcára, azt a térfigyelő, arcfelismerő térfigyelő kamerákon keresztül azonnal beazonosították, és a rendőrök egyből elzárásra vitték, egyből előállították. Megjegyzem, hogy ez a fajta arcfelismerő kamerarendszer, ez a fajta megfigyelés Magyarországon is elindult, keressenek rá nyugodtan, van egy kult cool a SZITA projekt. A belügyminisztérium, mint egy 50 ezer nagy Arcfelismerő kamerát szerel föl ezekben a napokban is. Az ország minden egyes részén, hiszen az a cél, nagyjából 140 milliárd forintot különítettek el erre a történetre. Természetesen mindez miértünk, a mi biztonságunkért, mert mindig ilyeneket mondanak, szó sincs erről. Tehát az a cél, hogy ne legyen az országban egyetlen egy olyan közterület sem, amit kamerával ne tudnának látni, megfigyelni. Ez is az egyik eleme a közeli jövőnek, hogy az állampolgárok, az emberek, teljes mértékben kontrollálható, ellenőrizhető, megfigyelhető helyzetbe kerüljenek. Ennyit szeretnék mondani most. Úgyhogy megengeditek, hozzászólnék még egy kicsit a készpénz témához, mert van egy kis fejlemény, ugyanis bár lesöpörték az ezzel kapcsolatos alaptörvény módosító javaslatunkat, hogy a készpénz használat legyen alkotmányos jog, leszavazták, azonban miután Toroszkai László ezt számunkért egy azonnali kérdésben, Orbán Viktortól, hát ő szokás szerint azt mondta, hogy hát ő mindent, mindent támogat, mindent, ami népszerű és jó, és hát ez egyébként népszerű is, azt gondolom, mind okolt. Van az emberekben félelem jogosan, és más szempontok is szólnak a készpénz használat mellett. Nos, hát ő ezt mondta, úgyhogy most igyekszünk a szaván fogni, úgyhogy ismét benyújtottuk ezt a javaslatot. Most egy picit más formában igyekszünk többféle megoldási javaslatot is. Nyújtani. Most a tulajdonhoz való jog mellett deklarálnánk a készpénz használat jogát, úgyhogy hamarosan ismét szavazhat erről az országgyűlés. Reményeink szerint most már azért sikerül őket sarokba szorítani. Azért az az aláírásgyűjtés, amit elindítottunk, az ismét sikert arathat. Ugye miért aláírásgyűjtést folytatunk sokszor is, mondjuk nem népszavazási kezdeményezést? Hát meg inkább azért, mert nem lehet népszavazást tartani az alaptörvény szerint szinte semmilyen érdemi kérdésben, ebben a kérdésben sem lehet. De amikor például a furt és ásott kutak megmentését indítottunk a és az is hamar sikert ért el, illetve csak be kellett lengetni hasonló eszközöket a napelemek visszamenőleges, a fogyasztók számára negatív szabályozása tekintetében, is már is visszakozott ott is a kormány. Tehát én azt gondolom, hogy itt is a, egy küszöbén vagyunk tulajdonképpen a sikernek. És hát ez azért ez összefügg a Covid diktatúrával, hiszen ezekre a zárolásokra láthattuk, ugye Kanadában is sor került például 2022 elején, zárolták bírósági végzés nélkül annak a több száz kanadai személynek a bankszámláját, akik a, akik a Covid diktatúra elleni kamionos tüntetések szervezői voltak, és akit ahhoz kapcsoltak, vélelmeztek, annak gyakorlatilag elvették a pénzét. Tehát ezért tartjuk veszélyesnek, illetve hát mondjuk van még egy kapcsolódási pont, már nem akarok ötleteket adni a kormányzatnak, de hát tudjuk, hogy már csak néhány lépésre vagyunk attól, hogy például egy kiárási korlátozást ötvözzenek a lakóhely néhány kilométeres körzetén túl való fizetési tilalommal, vagy hogy ne vásárolhassunk akárhova vonatjegyet. És hát mindezek a veszélyek a készpénz megvédése esetén nem állnak fent. Éppen ezért egyébként... A készpénzfizetés komfortosabb átétele érdekében is szorgalmaztam az ott 5 forintosok bevonását, és a 50 ezer forintosoknak meg a kibocsátását, hiszen láthatjuk, hogy már tulajdonképpen annyit sem ér az 5 forintos, amennyit színesfém hulladékként adnak érte, illetve hasonlóan azt látjuk, hogy a 50 ezer forintosok bevezetése indokolt volna, mert már elég inflálódott tulajdonképpen a 20 ezer forintos. Hasonló helyzetben a 20 ezer forintos már rég bevezették, sokkal nagyobb infláció következett be már a 20 ezer forintosok bevezetése óta. És hát a készpénz használat esetében azért hadd mondjam el, hogy mi abszolút támogatunk minden digitális fizetési lehetőséget, én magam is használom a mobiltelefonomat fizetésen, de csak mint opciót. Tehát, hogy azt, azt semmiképp sem tudjuk elfogadni, hogy hogy megszüntetik, és ezáltal innentől ez a gomnyomásra el is lehet venni a pénzét az embereknek. Nem beszélve arról, hogy sokszor vannak ugye banki leállások, nem lehet bankkártyával fizetni, nem csak áramszünet esetén, tehát más technikai leállások is vannak. Éppen ezért indokoltnak érezzük a készpénz megmentését, ahogy Árpi már többször fogalmazott, hogy ez az emberi szabadság utolsó bástyája. A szabadság jogainkat leginkább a Covid diktatúrai idején láttuk megtépázni. De, de valóban készülhet, főleg itt a WHO-lopakodó diktatúrája úgy tűnik, hogy előkészít egy még nagyobb korlátozást, amire föl kell készülni. És egyébként vannak nemzetközi példák, tehát Szlovákia már alkotmánymódosítást hajtott végre az elmúlt években, Ausztriában folyamatban van, ez egy elhúzódó folyamat, tehát ott is komolyabb viták, ellenállások, lobbik vannak. Hát Magyarországon is elég erőteljes lobbik vannak. Ma már az gondolom, a pártoknál is nagyobb befolyása van a különböző multinacionális cégeknek, nagyobb kormányzati befolyása is lehet. Nekünk viszont mégis az a feladatunk, hogy képviseljük a magyar emberek érdekeit, mind az önkormányzatokban, mind az Európai Parlamentben, hiszen most ilyen választásokra készülünk, úgyhogy nem jön könnyű időszak ebben a holnap megkezdődő hivatalos kampányidőszakban illetve hát holnap persze csak formálisan kezdődik a kampány, mondhatjuk, hogy már hónapok óta az folyik, de hát holnap indul maga az ajánlásgyűjtés is, ami egy nagy megmérettetés minden olyan pártnak, amelyik mondjuk nem kamu adatbázisokból, akár elhúgy személyek adataiból dolgozik, mint számos kamu Tehát mi komolyan gondoljuk, hogy az emberekhez bekopogtatva összegyűjtjük azokat az ajánlásokat, amik szükségesek. Ez egy komoly mennyiség, úgyhogy ezért is hívom fel a figyelmet a mihazánk.hu per ajánlásgyűjtés oldalra, eh, ahol összesítjük azt, hogy hol lehet aláírni, hiszen online ezt nem lehet eh, eredeti aláírással eh, fogadják el, és eh, éppen ezért rengeteg standolási helyszínt hirdetünk meg szerte az országban, megyénként kereshető és időpontokkal, hogy hol vagyunk megtalálhatók. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy eh, ha szimpatizánsunk akkor minimum jöjjön el egy ilyen aláírásgyűjtő helyre, de akár csatlakozzon is be a kampány munkába, hiszen sokan várják, hogy majd valami történjen, de helyettünk ezt a munkát senki sem fogja elvégezni, a nemzeti szuverenitást megvédeni például, tehát meg kell mozdulni, el kell jönni a tüntetésekre, ha például május 11-ére várhatóan meg fogunk egy ilyen tüntetést, akkor oda is várunk mindenkit, de a következő két hétben az ajánlásgyűjtés idején is lehet a harmadik utat erősíteni egy ilyen kiállásra. Köszönjük szépen előd Részletes tájékoztatás nekem pedig az a reszortom, hogy a hallgatóknak a, az érdekeit képviseljem, és kérdéseket juttassak-e tőlük. Érkezett is nem olyan régen egy kérdés, amire szerintem tudtok választ adni. Ez Csillától érkezett hozzánk. Mi a helyzet a digitális törvényjel, ami elméletileg július 1-én lép hatályba? Ezzel kapcsolatban tudnátok információt adni, hogy hogy áll ez a törvénytervezet, illetve hát van-e bármi esély arra, hogy ezt visszavonja a kormány? Hát ilyet nagyon ritkán látunk, hogy bármit visszavonnának, olyat még ritkábban, hogy az államfő visszaküldjön valamit. Az lehet, hogy később módosítani fogják, ha kell tiltakozást folytatunk, persze majd Kocsis Máté fog előállni, hogy ez a Fidesz frakció javaslata a kormány elképzelésével szemben láthatunk ilyeneket, például a napelemek ügyét is ugye így rendezték, de nyilvánvalóan ott is alulról jött, egyébként a korrektség egyébe hozzáteszem, hogy ott nem csak a mi hazánk mozgalom tiltakozott, hanem több párt is. Viszont nagyon sok kérdésben meg egyedül vagyunk, amikor tiltakozni akarunk. Egyébként pont ebben a kérdésben is, hogy amit, ami Brüsszelben várható, elég nagy eltérés van a bal liberális pártok. Ide kell sorolja a Magyar Péter pártját is, amely gyakorlatilag felmondja ezeket a program, korábbi bal liberális programpontokat, és a LP képviselő előttje is úgy tűnik, hogy inkább a Covid diktatúra csatlósai közül kerülnek ki. Tehát mi azt gondoljuk, hogy Brüsszelben is magyar érdeket kell képviselni, nem az a lényeg, hogy nem akkor lesz jobb egy ellenzéki pártnak, ha minél rosszabb az országnak. Tehát ott nem a Magyarországnak járó támogatások megvonásáért kellene lobbizni, hanem mi itt a Magyar Országgyűlésben is egyedüli pártként azt feszegettük, hogy akár ne fizessük ki az Európai Uniónak a tagdíjunkat, amíg a nekünk járó támogatásokat nem fizetik ki nekünk, vagy inkább kifizetik Ukrajnának. Tehát, hogy van ezzel kapcsolatban teendő. És ami még a kormányzati esetleges meghátrálást és visszaszorítást illeti, Látunk azért ezzel kapcsolatos példákat, de ehhez nyilvánvalóan egy, egy nagyobb nyomásgyakorlás kell. Félő viszont, hogy a fekete-leves az, önkormány, az önkormányzat és az európai parlamenti választások után fog érkezni. Nem véletlen, hogy a költségvetést is sok év után most először őszre halasztották, pedig májusban szokta azt elfogadni az országgyűlés. És hát olyan nagy válságban van a magyar költségvetés, és olyan megszorítások lesznek várhatóan ami miatt ezt kitolják őszre, illetve hát júliusban is várható rendkívül az országgyűlésnek, de ott is sok jóra nem számítok. Fontos viszont, hogy megerősödjünk úgy például az európai parlamentben, ahol nemzetközi szövetségeseinkkel, például a német AFD-vel, amely már talán a legnépszerűbb német pár, de minimum a második legnépszerűbb Németországban. Tehát ezekkel a pártjainkkal karöltve szerintem gátat tudunk vetni ezeknek a térhódításoknak. RP? Egy, egy dolgot szeretnék hozzátenni, ugye ez a törvény, az a digitális állampolgárságról szóló törvény, amiről az előzőekben már beszéltem, és ennek a veszélyességére, hadd mondjak egy idézetet, a Covid-diktatúra a legnagyobb haszonélvezőjétől van. Bill Gates-től, aki konkrétan azt jelentette ki, ismét szó szerint idézem, hogy a digitális állampolgárság 2030-tól kötelező lesz a, a, a. Tehát, hogy a digitális állampolgárság az a, az a lényege konkrétan, hogy a társadalomban való részvételhez kötelező lesz a digitális állampolgárság, tehát így szól ez az idézet pontosan. Tehát ez is egy nagyon-nagyon veszélyes irány a jövő tekintetében. Hívjuk fel erre a figyelmet ismerőseink, barátaink körében. És azt is meg szeretném jegyezni, hogy ahogy előd említette a bankkártyás, vagy telefonos fizetést, vagy egyebeket, jó magam sem tartozom azok közé, akik kizárólag száz százalékban a készpénz mellett vannak, olyan értelemben, hogy akkor semmi más ne legyen. Tehát ne térjünk vissza az úgynevezett, fejlődést ne állítsuk meg, nem szeretem ezt a szót használni egyébként, hogy fejlődés, de, de talán most így elmegy ebben a formában, hogy nem akarunk, én magam sem akarok semmilyen ilyen tehát olyan dolgok vannak az életünkben, amik tényleg nagyon sokszor megkönnyítik a mindennapjainkat, és a készpénz is ebbe a formába tartozik, tehát hogy, hogy van, amikor ha nincs áram, összeomlott egy bankrendszer, stb., akkor egy alternatíva. Tehát, hogy önmagában azért kell ez is megmaradjon, a készpénz is, hogy legyen egy alternatíva. És hogyha valaki meg akarja szüntetni, annak mindig van egy hátsó szándéka. Ezt ne felejtsük el. Én a digitális állampolgársággal kapcsolatban is. Azt szoktam megfogalmazni, hogy lehet ennek nagyon sok olyan elem, ami tényleg kényelmes, tényleg hasznos, viszont ezt decentralizálni kell. Tehát olyan jellegű platformot kell kiépíteni, olyan jellegű platform mellett kell letegyük a, a voksot, amiben a személyes adataink nem jelennek meg mindenhol, nem vagyunk lekövethetőek, hogy mit csinálunk, és nem kémkedik utánunk ez a rendszer, ezáltal nem is fog tudni bekorlátozni semmilyen formában, mint ami Kínában van. Tehát folytatni kell ezzel kapcsolatban a felvilágosítást. Sajnos ez is abba Kategóriába tartozik, hogy az emberek nem tudják, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, fogalmuk sincs, hogy mire készülnek, hiszen az emberek legnagyobb része teljesen normális és ért, érthető módon jóhiszeműen, és se gondolja, hogy itt kik milyen módszerekkel akarják a személyes szabadságától megfosztani. És a COVID-diktatúra az egy kis bepillantást engedett abba, hogy bizony egyik percről a másikra egy rossz, gonosz rendszer az bizony lábbal tudja tiporni a legalapvetőbb szabadságjogainkat, és a digitális állampolgárság is pont ugyanezt a célt szolgálja. Ebben a vonatkozásban is majd olyan alternatív módosítási javaslatokat célszerű azoknak a politikai erőknek. Egyelőre a mi hazánk az egyetlen ebben a kérdésben is. Tehát olyan javaslatokat kell beadni, amelyek a rendszer decentralizálására vonatkoznak, és lehetetlenné teszik azt, hogy az állampolgárokat kövessék, megfigyeljék, és más módon adatokat gyűjtsenek róluk. Zoli, esetleg ezzel kapcsolatban bármi? Mehetünk tovább a következő kérdésre? Ez nem értek, nem tudok hozzászólni. Rendben, akkor tovább is mennék. Itt azt hiszem talán, hogy elődemlítette a Magyar Péter nevét itt érkezett egy olyan kérdés, mi a véleményük, miért nem beszél Magyar Péter az oltások mellékhatásairól és a WHO pandémia szerződésről? Én hozzátenném azért, hogy az oltások mellékhatásairól beszélt, ugye azt összeesküvés elméletnek nevezte, illetve hát azt is hozzátenném, hogy kérdés lehet az is, hogy miért nem beszél egyáltalán bármi olyanról, ami szuverenitásvédelmi Problémákat vethet fel, akár mondjuk itt a digitális állam vagy a kínával megkötött szerződések. Ez nem tudok hozzászólni. Nem nagyon hallunk. Ebben semmi meglepő nincs. Ebben a tekintetben, hogy ezekhez a kérdésekhez nem szól hozzá, hiszen az elmúlt időszakban, az elmúlt években is, tehát amíg a Fidesz jól kifizető állásaiban sok-sok milliót keresett havonta, addig ő is és a felesége is a lehető legkeményebb és legdurvább módon asszisztálta a COVID-diktatúra idején. Hol volt ez az ember, amikor a lehető legalapvetőbb emberi szabadság jogainkat kellett volna megvédeni? És ha a mellékhatások összeesküvés elmélet kategóriájába tartoznak, akkor érdemes megnézni más országoknak is a gyakorlatát, ahol a mint nagyon sok ember tragédiája, ez a helyzet, tehát hogy igenis valós esetek vannak, törvényeket szabtak, törvényeket, kifizetések is vannak már nagyon sok helyen, hiszen a, ezek a mellékhatások, ezek nem csak az emberi szervezetre gyakorolt negatív hatások, hosszú távú fogyatékosság vagy végleges fogyatékosság, hanem nagyon gyakori halálozási esetekről is tudunk, amire már kártérítéseket is fizettek, tehát ennyit az összeesküvés elméletekről. Én azt egy ízléstelen és meglehetősen primitív gondolatnak tartom, mikor máso emberek szenvedésén és halálán ilyen velejég cinikus módon lehet túlépni, vagy valaki lép túl, mint Magyar Péter, tehát felháborítónak tartom ezt a kijelentését. És tegyük hozzá azt is, hogy pont Orockai Lászlónak volt egy meglehetősen jó tényfeltáró videója azzal kapcsolatban, hogy kikálnak a mögötte lévő emberek, ugye a Noár Molnár nagy Ervin, a Duda család, ezek mind-mind a Covid diktatúrának, a vakcina diktatúrának az anyagi haszonélvezői voltak, már mint a Duda családra gondolok, tehát nyilván az ő érdekeikkel szemben, akik mellette állnak, és akik elképzelhető módon finanszírozzák is, vagy részt vehetnek az ő finanszírozásában, akkor azokkal nem akar ilyen értelembe szembe menni. Magyar Péter ebben az ügyben, ebben a dologban, és akár csak ukrajnai háború ügyében, ugye nemrég felmondta lényegében az amerikai nagykövetségnek a szólamait, a, hogy a Putyin a fő háborús bűnös, ő okozta a háborút, ő tudja megszüntetni, és hogy Ukrajna százszázalékos területi szuverenitást élvez, és még tudnám sorolni, tehát hogy ezekben is a Covid diktatúra, a WHO szerződés ügyében is lényegében a globális háttérerőknek az üzeneteit próbálja továbbvinni, hiszen az, az, hogy összeesküvés elmélet, ezt a Covid diktatúra, az oltás terrort végigvívő rendszerek, globális hálózatrendszerek és hazug médiáknak a szólamai. Bocsánat, ehhez mégis hozzászólhatok a saját részemről? Természetesen. Parancsolj. Én nem vagyok egészségügyi szakember. Én nem, úgy érzem, hogy nem vagyok jogosult arra, hogy megállapítsam egy szerről, hogy az jó vagy, nem jó. Ez a szakemberek feladata. A háttér dolgokkal sem vagyok tisztában. Nem vagyok tisztában a politikai részével az egésznek. Egy valamit viszont el tudok mondani, amit remélem a hallgatóság tanulságként von le. De, mint mondtam, fél évig voltam kórházban, amúgy is parancsnok pandémia idején az, oltó, az első oltópontot, amit felállítottak az országban, annál nekem kellett a katonai kiszolgálást biztosítanom. Az első között volt rálátásom arra, amit elnevezhetünk oltás protokollnak. Ha valaki nem hozta magával a hozzájárulási nyilatkozatot, aláírva, kitöltve, az be se engedhettük. Az emberek jelentős része önként és dalolva ment oda, Véleményem szerint vagy nem voltak megfelelően tájékoztatva, vagy aki ezt felfogta, hogy milyen papírt ír alá, az egy tudatos, tehát egy döntés hozott, és ott vállalta a kockázatot. De szerintem a legtöbben azt se fogták fel, hogy mit írnak alá, mert lehetett látni, most nem azt mondom, hogy pánikszerű, rettegés uralkodott el, de az emberek alapvetően aggódó tekintettel jöttek, ugye nagy tömegekről beszélünk, és és, és, tehát gyakorlatilag a katonákra inkább azért volt szükség, hogy rendet rakjunk, hogy ne lökdössék össze-vissza egymást félre az útból, hogy minél hamarabb a másikon áttaposva mondjuk megkapja a, a vakcinát. Senki nem gondolkozott el azon, hogy az, ami rá van írva arra, hogy önként teljes tudatomban felelősséget vállal, blablabla, bla, bla, tehát ez, ez a szokásos szöveg, hogy tehát milyen hogy mondjam, kényszerítés az, és most én mindenkire mondom, hogy fenyeget, 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 de egyébként nem mert felelősséget vállalni. Én, mint teljesen egyszerű átlagember, mint egykori katona, csak ennyit tudok felfogni. Fenyeget, és ugyanakkor nem vállal, men nem vállal felelősséget, és amikor kérdezik, akkor meg csöndben van. Tehát ennél több szerintem egy átlagembernek sem nagyon kell, nem kell itt hatalmas nagy összeesküvés elméleteket gyártani. Egyszerűen nem megbízható nekünk is, akik nem oltattuk annak idején magunkat, amikor ez az egész történt, akkor például mi még nem is ismertük egymást, ez a csoport ugye később alakult. Itt minden, mindannyian, mindannyian egyénileg hoztuk meg a döntést, és még mi se tudtuk pontosan, hogy jó döntést hozunk. Tehát nem tagadom, hogy nekem is voltak olyan gondolataim, hogy lehet, hogy azért fogok meghalni, mert mondjuk nem oltattam be magam, mert, ugye, mert nem értek hozzá. De amikor azt láttam, hogy egyébként olyan nagyon-nagyon sok halott nem fekszik az utcán, eleve az a döntés, és hogy hát az egyik munkáltató eldöntheti a másik így, a másik amúgy, akkor ez már látszik, hogy ez, ez nem komoly. És úgy voltam bele, hogy megvárom, ameddig parancsba adják. De hát mivel nem adták parancsba, ezért nem oltattam be magam, és aztán később ugye, amikor megtörtént a idézőbe kötelező vétét, tehát olyan furcsa ezt így megfogalmazni, hogy nem parancs, de kötelező, a követeljük, de ugyanakkor írd alá ezt a papírt, tehát mi kell még az egyszerű átlagembernek embernek, hogy felfogja? Nem kell itt nagyon-nagyon mélyen belásni a dolgokba. Egyszerűen csak rá kell nézni, hogy nem akarja vállalni a felelősséget. Az én szememben, aki nem vállalja a felelősséget, az egy gyáva. Nekem egy gyáva nem mondja meg, hogy mit csináljak. Bocsánat. Ezt így próbáltam egy egyszerű átlag elmondani, hogy, hogy, hogy ez az egész nem igényel hatalmas nagy háttértudást, hogy felfogja. Köszönöm. Most erre reagálva, amit mondtál hogy sokan nem tudják, hogy miről is van szó, és hogy milyen veszélyeket rejthet ez. Itt érkezett egy olyan kérdés Alifér részéről. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban és legegyszerűbben szerintetek felhívni az emberek figyelmét közérthetően, hogy a WHO problémát kezelni tudjuk, akár a 80 éves ö, faluban Marika néninél, akár a 16 éves hugomnál is. Nektek mi erről a véleményetek? Hogyan lehetne felhívni az emberek figyelmét? Magyar Péterre. Hát a figyelemfelhívás tekintetében azt hiszem, hogy mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, pont nemrég számoltam össze, hogy a Stop WHO felhívás keretében tavaly augusztus óta, tavaly decemberig több mint 30 helyen voltam az országban, és most is a mi hazánk keretében, a mi hazánk mellett rengeteg helyre elmegyünk. Tegyük hozzá, hogy amit Zoltán nagyon érzékletesen, logikusan levezetett, amivel csak százszázalékban egyet lehet érteni, hogy, hogy ez mennyire bűzlött ez a történet, tehát nem kellett sok gondolkodás ahhoz, hogy rájöjjünk itt valami nem stimmel ezzel kapcsolatban. Sajnos a mi világunkat is körbevevő események pszichológiai gyökerűek, tehát a hatalmi elit teljesen tisztában van azzal, hogy hogyan kell a tömeget pszichológiai módszerekkel manipulálni, egy olyan irányba elvezetni, amit ők nem szeretnének, nem a Akarnak, és amiben nem mennének bele, hogyha minden információt megkapnának. Nem nincs, nagyon eltelt az időnk, nem akarok ebbe egy részletesebben belemenni, de hát Gustav Löbon a Tömegek Lélektana, vagy Matthias Deszmet a Totalitarizmus Pszichológiája című könyvébe tökéletesen bemutatja, hogy milyen pszichológiai módszerek vannak arra, hogy elérjék azt a hatást, ami a racionális gondolkodással szembe megy, tehát hogy mellőzi a racionális gondolkodást, és teljes más tudatállapotba kerülnek az emberek. Tehát ez a fajta tudás, ez rendelkezésre áll a hatalom számára, a médiáin keresztül, a súlykolásban, az egységes politikai akaratban. Ez is milyen érdekes, hogy nem volt még arra példa Magyarország történetében, hogy a jobboldali, baloldalinak nevezett eh, politikai erők ugyanolyan módon eh, vélekedjenek egy kérdésről, hogy a Covid diktatúráról, mint a keresztény, magyar nemzeti keresztény konzervatív oldalnak nevezett eh, pártok eh, együtt közösen eh, válvetve taposták el a lehető legalapvetőbb emberi szabadságjogokat. Eh, ez is egy arra intő példa, hogy mind a mainstream fősodratú jobboldali és baloldali eh, politikai elit az a globális globális rendszernek a végrehajtója, ugyanazt csinálják, ugyanazt hajtják végre, ugyanazt szolgálják, hogy az ördögnek az egyik a jobb és a másik bal, a bal keze. Tehát a, azt, hogy kinek, hogyan, kinek mindenki számára hogyan lehet ezt megértetni, tegyük hozzá azt is, hogy a felelősséget ne tegye le senki a válláról ezzel kapcsolatban, igenis öntudatosnak kell lenni, öntudatos embernek ez a globális hatalmi elit számára a lehető legveszélyesebb kombináció, hiszen az öntudatos embert nem lehet befolyásolni. Mindenkinek megvan a felelőssége, aki tisztán lát, aki látja ezeket az összefüggéseket, hogy a lehető legjobb módon próbálja felvilágosítani a saját maga környezetét. Én azt tudom mondani, hogy amit lehetett, és ha az elmúlt időszakot, a COVID-diktatúrát, hiszen az elsők között Léptem én is színre, olyan értelemben, aki felhívta a figyelmet arra, hogy milyen kommunikációs hadművelet zajlik jelenleg, vagy akkoriban, 2020-21-től kezdve. Rengeteg írásom, cikkem, véleményem is megjelent akkoriban, hogy milyen jellegű terror van. Tehát, hogy a szemfelnyitogatásban mi mindent megteszünk, és a mi hazánk az egyetlen egy olyan politikai erő, amely tényleg az elmúlt években emberfeletti erőt és energiát tolt abba bele, vagy tett rá arra, hogy minél több embernek felnyisse a szemét. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amikor ezt az információt kell elmondjuk, hiszen le vagyunk korlátozva mindenhol. Tehát önmagában ezekre a kulcs szavakra is a Facebook tilt, a YouTube is visszasorolja, az is tilt, és meg tudnám sorolni. Nem beszélve arról, hogy semmilyen fősodratú médiában nem lehet ezekkel bekerülni, vagy pedig úgy lehet bekerülni, amikor az embert karaktergyilkos módszerekkel és szempontok szerint idiótának, nem normálisnak nevezik. Ugye erről szólt az egész eddigi fősodratú médiának a tevékenysége, a megnyilvánulása a Covid-diktatúrával kapcsolatban. Azt kell az embereknek felfogniuk, hogy a média az nem a szemük és nem a fülük, és hogy, ahogy Zoltán mondta, gondolkozzanak és vállaljanak felelősséget a saját magukért, a gyerekeikért és a családjukért. És igenis tájékozódjanak és nézzenek utána. Még egy utolsó kérdést olvasnék be zárásképpen, ha már tájékoztatásról van szó. Hol vannak a tájékoztatásban az orvosok? Őket nem hallottam még sehol sem felszólalni a WHO pandémia ellen. Olyan érzésem van, hogy az orvosok nagy része lapul, mint az a bizonyos a fűben. Illetve ide vonatkozóan egy bizonyos Skita Egyesület jelenleg aláírásokat gyűjt, nem tudom, hogy erről hallottatok-e, új lenyomatokat és aláírásokat gyűjt, hogy azok, akik ezt a bizonyos szerződést aláírják náluk, azokra nem fog vonatkozni a WHO-nak a pandémia szerződése. Van-e erre bármi lehetőség, hogy ezt így egyénileg bizonyos úton módon megúszhatják a magyar emberek, vagy, vagy, erre gyakorlatilag semmi esély nincs, és csak is együttesen országos szinten lehet ezt elutasítani. Mi erről a véleményetek? Mit tudtok erről? Hát a vége felül kezdve a, a problémát nincs. Nincs erre meggyőződésem, hogy ez semmilyen megoldást nem kíván. Tehát egyénileg nem lehet egy ilyen egyszerű módszerrel kilépni ebből a történetből. Bocsánat, csak idevágólag ezt egy bizonyos közhatalmi megbízással szeretnék egyébként ez az elnevezése ennek, amit ők hirdetnek. Ö igen tehát nem 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 szerintem nem hogy e, e, hol vannak az orvosok azért tegyük itt is hozzá hogy van egy szervezet ugye az orvosokat tisztánlátásért, és csak Tamasi József nevét szeretném kiemelni hogy hogy azért ők is elégé koboly energiákat fektetnek, Tettek abba, hogy orvosként felvilágosítsák az embereket. Hát az orvosok az egészségügyben a dolgozók legnagyobb része, aktívan részt vett abban a nagyon sok szempontból hóhér munkának nevezném azt a tevékenységet, amit sokszor sokan csinálnak, csináltak. Nem szeretnék általánosítani, tehát hogy, hogy voltak kivételek házi orvosok, meg mások tekintetében is, akik ha nem is nyilvánosan, de próbálták tájékoztatni a saját pácienseinket a kockázatokról a vakcinákkal kapcsolatban. Magyarországon ez, ez nagyon minimális volt sajnos, ugye láthattuk, hogy itt az orvosi világ szinte 100%-ban részt vett ebben. Meg szeretnék nyugtatni mindenkit, és ezt most egy kicsit cinikusan mondom, hogy részt fog venni mindenféle következő hasonló akcióban is. Tehát ebben kétségük ne legyen, hogy hogy ha a globális újabb vakcina terrorról van szó, akkor a magyar orvosokra úgy általánosságban nem tudunk számítani, tehát hogy ezért is fontos, hogy azokat a kényszerítő erőket és lehetőségeket, amelyek ránk vonatkoznának, ott a lehető legszélesebb körben tudjunk ez alól majd Kibújni, azt hiszem, hogy ez a legjobb kifejezés. Minden erőnkkel azért kell dolgozzunk, hogy ez a VEO szerződés. Egyébként, ha, ha el is fogadják, ez sem egyik percről a másikra működik, rengeteg módon lehet ezeket a dolgokat szabotálni. Viszont, ha a magyar kormány. Aláírja a WHO szerződést, akkor az szerintem mindenki számára egyértelművé kell váljon, hogy a globális vakcinagyártók, a globális terroristák ilyen értelemben az érdekeiért dolgoznak, teljesen nyíltan kimondva ki lehet, egyértelmű bizonyíték lesz, hogy kiket is szolgál valójában a magát szuverenistának nevező kormány, amely teljes mértékben a globális vakcinagyártóknak akarja kiszolgáltatni a magyarokat. Tehát, hogy ez aláírja, akkor teljesen egyértelmű, világos lesz mindenki számára, hogy miről van szó. Zoli, és előd még egy záró gondolat, illetve a zárpéra rácsatolva, akkor megadom a lehetőséget nektek is. Kezdjem én akkor, gondolom. Oké. Okay. E, tökéletes záró gondolatom van, nem tudja, hogy e, javaslat a hallgatóság felé. Egy megtörtént lehetőséggel tökéletesen be lehet mutatni. Amikor annak idején a kötelező oltást, idézében kötelező oltást elrendelték, e, az gyakorlatilag inkább csak így a, az állami szférában jelent meg első többségben. Tehát ugyanúgy, ahogy a katonáknak, ugyanúgy az egészségügyi rendőrök, tűzoltók, pedagógusok ezt végig söpörték. De, és itt van egy nagyon fontos különbség a mi esetünk és a többi esetek között, a rendőrségnél és a tűzoltóságnál akkora mennyiségben nem voltak hajlandó fölvenni az oltást, hogy tapaszkodjanak, nem hajtották őket. Ez nem kell megint ilyen hatalmas, nagy összeesküvésekbe gondolkozni, vagy hatalmas összefüggéseket keresni. Egyszerűen arról van szó, hogy a magyar rendőrségtől már annyian akartak amúgy is elmenni, leszerelni, bármilyen úton, módon, csak hát ugye állítólag nem engedték őket. Hogy amikor meghallották azt, hogy aki nem oltatja be magát, az rövid úton el lesz távolítva, ezeknek így felcsillant a szeme, itt a lehetőség, akkor gyorsan nem oltatjuk be magunkat. Kijelöltek annak idején két határidőt is egyébként. Ha jól emlékszem, ez úgy volt meghatározva, hogy az ügyfelekkel, tehát úgymond szervezeten kívüliekkel rendszeresen érintkező, illetve rendszeresen nem érintkező. Hát a honvédség az ügyfelekkel rendszeresen érintkező volt, határidő, nem toltási határidő, de 15. A rendőrség ügyfelekkel, külső ügyfelekkel, külső felekkel rendszeresen nem érintkező. Oltási határidő január 31. Eljött a január 31, addig ugyanúgy fenyegették őket, csak ők nem törtek meg. Ha, és nem akarok hülyeséget mondani, mert én is csak ezt azt hallottam, amit nem tudunk bizonyítani, azt itt nem akarom mondani százalékos arányban, de annyian biztos nem akarták fölvenni, hogyha őket ténylegesen el kellett volna távolítani, csak annyi, hogy elküldik arra az egyéves fizetés nélküli szabadságra, akkor ott megrecsen a gépezet. A tűzoltóknál szintén ugyanezt történt, a mávosoknál, ha jól tudom, szintén ugyanezt történt, és ez a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény és határozott és tökös hatalom szégyen szemre visszatakarodott. Nálunk a honvédségnél ezt azért lehetett megcsinálni, mert ott azt mondták, hogy parancs. Majd két év után kiderül, hogy nem volt az. Tehát legyen ez egy, úgymond az érészemről most itt a beszélgetés során egy ilyen végső üzenet a hallgatóságnak, csak akkor lehet megcsinálni, hogyha hagyják. De aki hagyja, az meg is érdemli. Köszönöm. Előd, záró gondolatok a részedről. Hallható vagy, igen. Ö, köszönöm szépen, csak én nem hallottam itt minden sajnos. Úgy tűnik, hogy a digitális válság az ide is elért az országházba, vagy az országgyűlés irodaházában. Nem csak a kuruc.info, mint legolvasottam a jobboldali hírportál van egyébként letiltva, most már sok-sok éve Kövér László által, miközben más balliberális portál, vagy külföldi ügynökszervezetnek az oldala szabadon elérhető, hanem egyébként is itt akadozik néha a hálózat. No, hát én még Magyar Péternél ragadtam le, nem tudom, azóta kipukadt-e a Lufi, vagy még, még még szárnyal egy picit. Persze az újdonság varázsa az, az érthető, viszont még mindenképpen reagálnék erre a magyar Péter jelenségre, még röviden Árpihoz csatlakozva. Egyrészt azt a gondolatát folytatnám, hogy valóban Varga Juditnak sem, és hát persze Magyar Péternek pláne nem volt probléma ez a havi nettó 4 millió forint körüli, ahogy Varga Judit fogalmazott, nem is állás, mert hát lényegében dolgozni nem kellett bejárni. Szóval ez addig nem volt probléma amíg ez a közös családi kasszájukba folyt be. De hát tulajdonképpen azért lássuk be, hogy ez is egy, hát Mészáros Lőrinchez képest persze mondjuk mini korrupció, de hát lényegében ugyanolyan elftelen. És ahogy számomra nem volt elfogadható a Simicska Lajossal való kiegyezésem Vona Gábor részéről, ugyanúgy nem tudom elfogadni azt sem, hogyha mondjuk Mészáros Lőrinc holnap összeveszne Orbán Viktorral, akkor emeljük pajzsra Mészáros Lőrincet, pláne ha esetleg a lopott milliárdjaiból valamelyét befizet mondjuk a pártkasszába, hogy tette a Simicska Lajos is. Nos, a lopott pénznek nem pártkasszában, hanem államkasszában van a helye, tehát én elfogadhatatlannak tartom ezt a hozzáállást, és hát ezt a választói magatartást is egyébként, ugyanakkor valahol megértem azokat a csalódott választókat, akik ebben a messiás várásban, hát ha már nem is messiás, de most már bárkit, aki legalább egy, nem teljesen félkegyelmű, azt is örömmel fogadják, mert a baliberális pártok azért nem hogy kormányzásra, de még ellenzékre is alkalmatlanok. És ezért van most egy újabb csillag, egy újabb Márk Kizai Péter, vagy most csak simán Magyar Péter. Tehát valahol megértem ezt a választói mentalitást. Ugyanakkor a milyeniket szeretné megjutatni, és hát tudják is azt gondolom mindannyian, akik mondjuk részt vesznek az ajánlásgyűjtésben, hogy ez egy milyen fáradtságos, nehéz munka. Európai parlamenti választáson könnyű elindulni holmi 20 ezer érvényes aláírással, na de azért az önkormányzati választások egy, egy, mozgalomnak a felépítése, az sokkal nagyobb feladat. Itt sok éve kipróbált bajtársak, Toroszkai Lászlóval több évtizedes viszonyunk van, ami alapján, de hát Árpival is mondhatom ezt szint úgy, ami alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy megbízunk egymásban, egy jó bajtársi közösség vagyunk, adunk egymás szavára. Itt kipróbált bajtársakról beszélünk, akik évtizedek óta ugyanazt az utat járjuk. Most ehhez képest hirtelen fellángolva belemondani valami nagyot az éterbe, hogy, hogy vesszen a rendszer, az addig oké, okay, sokan szeretnék megbuktatni a kormányt, leváltani, na de hogy mi jön utána, az mindig a nagyobb kérdés. Tehát időnként az ember úgy néhány évente mobiltelefont is cserél, na de hát azért egy újabbat és egy jobbat szeretnék, nem pedig visszalépni 10-20 évet, és egy kicsit ezt látunk Gyurcsányékkal, aki azért továbbra is az ellenzék vezető ereje. Magyar Péter pedig szerintem csapatjátékra alkalmatlan lesz. Ú, nyilvánvalóan, aki a legszorosabb szövetségesével, a feleségével ilyenre képes, az pláne képes lesz ilyenre a pártársaival, illetve hát a saját pártársai, ugye most az új alelnökkel tulajdonképpen, illetve ő maga is csak egy alelnök, tehát tulajdonképpen Magyar Péter alelnök társa, egy olyan 3 per 2-es besugó volt, akit ugye Magyarország legnépszerűbb történészebb borvendék Zsuzsanna részletesen bemutatott, hogy milyen jelentéseket írt közeli ismerőseiről a kommunizmusban. Tehát akik ilyenre voltak képesek, és tudták tulajdonképpen feljelenteni a saját közeli ismerőseiket, az bizonyos szempontból egy húron persze Magyar Péterrel, de azt gondolom, hogy nem fognak tudni életképes szervezetet hosszú távon létrehozni, már csak ezért sem. De egyébként is, amikor majd le kell tenni a garaszt, akkor nem lehet mindig csak azt mondani, hogy Gyurcsány a hibás, vagy fordítva, hogy Orbán a hibás. Tehát ez a lebutított kormányzati propaganda nem hiszem, hogy az ellenzéki oldalon működne. Ott Valamit föl kéne valami alternatívát mutatni, és amíg a Mi Hazánk Mozgalom letette egy viradatprogramot az asztalra, és számos politikusunk helyben már bizonyított, számos polgármesterünk működőképes modell tudott felállítani, addig a balliberális pártok egyfajta szivárvány koalíciót alkotva, mindenféle elvszerűséget nélkülözve próbálják a hatalom mindenáron való megszerzése érdekében működtetni úgy, ahogy ezeket az alkalmi elvtelen koalíciókat. Ez viszont Magyar Péterrel már most már pláne nem fog működni. Eddig is recseget ropogott ez, ez, a szervezet, és talán csak a korrupció tartotta őket össze a konc, hiszen egy rendkívül kiéhezett brigádról beszélhetünk gyógysányékról, akik nagyon régóta vannak ellenzékben, és nagyon fusztrátak emiatt. Mi nem vagyunk pusztráltak, pedig mi sem örök hezékiségre készülünk, és szeretnénk sikereket elérni, de számunkra nem a hatalom, a cél, az csak egy eszköz, és hogyha ellenzékből tudunk olyan sikert elérni, mint például most talán úgy tűnik a jelekből, hogy meghátrálnak a készpénzhasználat alkotmányos védelme ügyében, ugyanúgy, ahogy az előbb említett mondjuk a kutakadószatása, vagy a napelemek visszamenőleges szabályoztatása ügyében, és még sorolhatnánk azért a, a, sikereinket. Épp a héten is volt a Honvédelmi Bizottságban, bár egy egészen apró javaslatom, amit megszavaztak, de tudunk tematizálni és sikereket elérni maga a mi a, az egyik alapító javaslata, ha fogalmazhatjuk így, vagy amiben fogantunk tulajdonképpen, Toroszkai Lászlónak a határkerítés megépítésére vonatkozó javaslata is, hogy így most úra tekintek, azért ez egy mindannyiunk közös sikere volt, és amit ő 2015. januárjában javasolt, amit akkor még akkori pártja, a Jobbik is elvetett, azt végül is a kormány megcsinálta. Persze nem szoktak Toroszkai Lászlóra hivatkozni, de minket ezt kell, hogy vezessen, amikor különböző javaslatokat fogalmazunk meg, akár a határkerítésen áttörök megbírságolása ügyében, amire még most legutóbb is azt válaszolta nekem Orbán Viktor egy azonnali kérdésemre, ugye, hogy, hogy ő Őt nem viszi rá a lélek, hogy azokat a nyomorult helyzetben lévő embereket megbírságoltassa, pedig hát azt gondolom, hogy egyrészt nem nyomorult helyzetben, hanem hát javakorabbeli férfiakról beszélünk, akik jellemzően áttörnek a határkerítésen, és hát nem azt mondtam, hogy félmeztelenre vetköztetve toloncolják vissza őket, hanem pusztán a zsebükben lapuló több ezer euróból, vagy annak elkobzásával, tulajdonképpen egy helyszíni bírság kiszabásával tartsák vissza a kontinens hódítókat. Szóval most már így az európai parlamenti választások közeledve fontosak ezek a nemzetközi példáink, és nagyon sok szövetségesünk kíváncsi arra a határkerítésre és az azt tövező program javaslatainkra, mert önmagában nyilván a kerítés sem véd meg minket. Fájó mondani, főleg ha így százados ura tekintek, de hát azért nem a határkerítés, és nem is a honvédek védtek meg elsődlegesen minket eddig, hanem az alacsony bérek. Tehát az alacsony bérek tartották távol a migránsokat, és azt gondolom, hogy ez nem tartató fent sem a honvédek alacsony javadalmazása, bérezése, de úgy általában Magyarországon kellene egy jobb élethelyzetet, életkörülményeket tekinteni. Számos mutatóban sereghajtók vagyunk, és éppen ezért van küldetésünk, feladatunk, hogy változtassunk. Úgyhogy ez vezet minket itt a határkerítés ügyében is, és hát most az európai parlamenti választásokra, készülve. Én azt kívánom, hogy erősödjön meg ez az egész nemzeti elkötelezettségű, a nemzetek szuverenitását előtérbe helyező pártszövetség. Ez talán most az elsődleges célunk és küldetésünk. Köszönöm. Mielőtt elköszönnék végleg én. Szeretném megköszönni előtt külön neked az összes segítséget, amit nyújtottál. Az egész csoport nevében köszönjük mind a mi hazánk mozgalomnak, mind pedig a magyar jelennek azt, hogy hogy segítettetek, illetve segítettek nekünk. Köszönjük. Műsorvezetők, mintha eltűnt volna. Megállt is. Úgyhogy, ha még itt vannak az adásban a nézők, akkor én köszönöm meg a figyelmüket, és természetesen a mi hangunk az folytatódni fog egy későbbi adás során. Reméljük ezeket a technikai nehézségeket sikerül leküzdeni. Lehet, hogy itt valamiféle árnyékolás van, mert itt közel vagyok a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a korábbi terméhez, ami most átépítés alatt van, de lehet, hogy itt ezek az árnyékolások még, még bezavartak az internetes hálózat, mind a wifi, mind a, én már nem is tudom, hány és mobil hálózat ügyében. Minden esetre reméljük legközelebb jobb körülményekkel tudunk szolgálni, jobb hangminőséggel, addig is mindenkinek ajánlom még egyszer a mihazánk.hu per ajánlásgyűjtés oldalt, és az, hogy csatlakozzanak be a kampányba, ha tudják segíteni a munkánkat. Köszönjük mindenkinek a figyelmet. Köszönöm én előd neked is a lezárást, én visszatértem közben remélhetőleg hangba. Én is köszönöm, mint házigazda mindenkinek a részvételt, a hallgatóknak a figyelmet, és ahogy előd is mondta, a legközelebbi adásban is várunk mindenkit szeretettel. Szép napot, jó hétvégét, és mindenkinek javaslom, hogy adja le az ajánlását a a számára választott pártszövetségre. Köszönjük szépen, és minden jót, sziasztok! Viszontlátásra!